estét, illetve hát jó reggelt, vagy jó reggelt és jó estét mindenkinek. Én vagyok a Kicsi Falkó Valkó, és van egy csomó pénzem, és ma este is nagyon sok pénzt szeretnék önöknek odaadni. Egy dolgot szeretnék mondani, akinek nem jött össze a ma esti randi, az randizom velem már, igaz, hogy csak virtuálisan, de azért így is jó, higgyék el. Na, van egy feladványunk, ugye, amit már tegnap Gáborral hát nézegethettek, illetve hát meg is feltették volna. Ez kérem szépen egy szó. Ott vannak a betűi, egy picit összekuszálódtak, és azt kellene nekünk megmondani, hogy mi ez a szó. Na, jaj, itt a pénz, nézd már, itt van 10, 20, 30, 40, 50 ezer forint, bizony, bizony. Ez garantált összeg, tehát ez egy fix összeg, aki tudja és regisztrált, mert hogy ebben a játékban fontos a regisztráció, annak jár ez az 50 ezer forintos szuper nyeremény. A telefonszámunkat ugye még nem említettem, tehát akkor essünk ezen túl. 0-81-603-0-03. Ezen a számon érdemes regisztráltatni, aki tudja, hogy mi ez az értelmes magyar szó. Segítek egy picit ebben a szóban? Hát kérem szépen, ez egy ilyen szűk hely, ráadásul zárt, na, van ilyenből portás, telefon, figyelj, felvonul, és segítek egy picit, várj, mindjárt jövök, itt vagyok, na, azt mondja, hogy szerintem körülbelül így nézhet ki, közben egyébként bátran lehet regisztrálni, 0681-603-003, ez a telefonszámunk, fix összeg, még egyszer mondom, 50 ezer forint, gyerekek, őrület. Na, hát nagyjából úgy néz ki, mint ez. Na jó, nem ennyire csúnya, de ilyen a formája. Hamarosan visszajövök, és majd meglátják, milyen jó lesz akkor is. Hello! Na, már vissza is jöttem, hát remélem, hogy nem unatkozott senki. Nézzük meg a következő feladványunkat, jó? Megnézzük? Vagy van egy általán nekünk? Ó, de nézd, de cuki! Na, hát ennek a játéknak az a neve, hogy Holdvilág arc. Ugye itt az a lényeg, hogy van egy ember, kinek orcáját egy icipicit, hát úgy is mondjam, eltorzítottuk. A feladat tehát az, hogy fel kell ismerni ezt a híres embert, hiszen híres emberről van ám itt szó. De nem segítek többet, ne szóltam, nem fáj fejem. 0-81-603-003, ezen a számon érdemes regiszenni, hogy miért, mindjárt mondom, mutatom és mondom. Figyusztok, itt van még az 50 ezer, azért ezt se felejtsük el. Aztán íme. A borítékaink csodálatosak, mindegyikben pénz van, ráadásul úgy, hogy van 10, 20, 30, 40, illetve hát 50 ezer forintos borítékunk is van. Mindegyikben ugye más összeg, de ami egészen biztos, hogy aki majd egy helyes megfejtést mond nekem, az egészen garantáltan tuti 100% maximálisan, biztosan, természetesen pénzt kap tőlünk. Legjobb esetben 50 ezer forintot, legrosszabb esetben, ha beszélhetünk ilyenről, hogy legrosszabb eset, a 10 ezer forintos. Na, most csiribú, csiribá, hókusz-pókusz, abrakadabra, esztike, kiválaszt egy borítékot, melyiket szeressem, így érzésre. Tetterelára, láttam, őt szeretem, jó? Legyen ő, a többit elrakom. És ugye mostantól kezdve nincsen más feladat a kedves játékosainknak, mint regisztrálni. A telefonszámunkat el szeretném mondani még egyszer, mert én is szeretek telefonszámokat mondani. Tehát 0681-603-003, ezen vagyunk hívhatóak, regisztrálni érdemes. Természetesen, ha ezt többször teszik meg, nyilvánvalóan nagyobb az esély arra, hogy elvigyék ezt a fantasztikus összeget. És ugye ezt nem kell más tenni, mint megmondani, hogy ki látható a képen. Na, ki van ezen a képen, egy férfi vagy egy nő? We don't know. Talán ön tudja, ha tudja, akkor pedig tárcsázza gyorsan azt a 0-81-603-003-as telefonszámot, és megtörtént. Halló? Ja, még nem halló? Várjál már ezt, ne szaladjunk annyira. Ez a harmadik csörgés, ugye, mint jól tudjuk, 4 csörgést várunk. Így tiszta kréta vagyok. Remélem az arcom is kék. Miért nem vettük fel? Tudom, hogy késő van, és ilyenkor már az ember úgy hajlamos arra, hogy egy picit így elszundízzon, de hát azért gyerekek, tehát sok pénz van itt ebben a borítékban. Na, hát ezért azért érdemes telefonálni, jó? Na, 0-81-603-003, te leszel a párom, hullé, hely! Ami fontos, ugye, hogy meg kell nézni ezt a fotót, ami természetesen, hogy nem az eredeti arcot mutatja, hiszen egy picit úgy mindenféle formában, hát úgy látom, hogy fel van fújódva az arcocskája. És ha tudják, akkor hívjanak, és jön Lali. Lali, mit szeretnél? Azt kérdezed, hogy ki van a képen? Vagy most fogod azt kérdezni, hogy ki van a képen?
Vagy az én képen van ki? Agyá, jó van, édeske vagy, na cuki vagy. Hát figyelj, vannak ilyen dolgok, szerintem Lali tudja. A Lali az olyan, hogy tudja. Én sok Lalit ismerek, és eddig minden Lali tudta, hogy mit akar, és mit nem. Na hát ez a Lali is tudja. Hát remélem, hogy ön is tudja, hogy mit akar, és mit nem. Ha azt szeretné, hogy ez a boríték az öné legyen, természetesen a pénzzel együtt, akkor érdemes írni a 0-81-603-003-as telefonszámot. Egy csörgés. Igen, tessék. Szép jó estét kívánok, egy megfejtésre vagyok kíváncsi. Telefonfülke. Aj, nem jó! Megmondom, miért nem jó? Azért nem jó, mert most itt ez a holdvilág játék van. Tehát egy névre vagyunk kíváncsiak igazából. Egy holdvilágos arcocska van itt ugye a képernyőn, ami nem az eredeti formáját mutatja, viszont azért szerintem felismerhető. Tehát igazából egy névre vagyunk most kíváncsiak, jó? Van úgy, hogy az ember hibázik, de se baj, próbáljuk újból. 0-81-603-003, még mindig hívhatóak vagyunk, még mindig érdemes hívni, hiszen itt a boríték, törőst a pénzzel, plusz ráadásként lesz majd egyébként nekünk jackpot játékunk is, ugye 1 millió forintos jackpotunk van. De az már csak a játék végén, tehát ezért is érdemes fennmaradni. De most kérem szépen, gyerekek, őrület, crazy, akár 50 000 forintot is lehet nyerni, és ez nagyon baba összeg. Na, aki úgy érzi, hogy szeretné ezt az 50 000 forintot elvinni, az gyorsan hívjon, illetve hívhat, ugye mobiltelefonról, illetve vezetékes telefonról is. Igazából nem nincsen jelentőség, hiszen ugyanannyiba kerül a hívás, azt a telefont kell választani, amelyet biztos, hogy megkérdezik, hogyha csörög. Egy csörg. Kettő, de négynél muszáj felvenni, mert nem tudunk tovább várni. Halló? Halló, halló. Halló, hello, Mizu. Szia. Hogy vagy? Meg vagyok. Köszönöm. Akkor jó, mi a megfejtés? Szalma Hayek. Hogy? Szalma Hayek. Szalma Hayek? Szerintem nem. És nem csak szerintem, hanem a kollégák szerint sem. Úgyhogy sorry. Seems to be the hardest word. Ugye a bocsánat tűnik a legnehezebb szónak, de tényleg nem jó. Sajna nem jó. Nézd meg jobban, én azt javaslom neked, jó? Aztán, hogyha megnézted, akkor gyorsan indítsa még egy hívást, aztán majd meglátjuk. 0-81-603-003, ez a telefonszámunk, ezen lehet, illetve nem csak lehet, de érdemes regisztrálni. Ebben a borítékban nem nézek bele direkt, de akár 50 000 forint is lehet. Ugye volt 4 darab boríték, összesen 5 darab borítékunk, mindegyikben 10 000 forintos bankok, van amelyikben több, van amelyikben kevesebb. Na, ismét csörgünk egy jót. Egy meg volt. Kettő. Na, addig iszom egy picit. Igen. Mindenki egy jó napot, jó estét, vagy jó reggelt. Ki ez van, szerencsém, és mi a játék megfejtése? Hát én azt gondolom, hogy Barbara Streisand. Barbara Streisand? Neki nem is ilyen színű a haja. Oh, miben segítsek? Szereti ez a hölgy a rózsaszínt, de nagyon. És volt egy sori, így mondják a menők mostanában, hogy figyelj, volt egy sori, és abban volt ez a, hát mondhatom azt, hogy hölgy, igen, mert hiszen már mondtam, hogy hölgy, ami természetesen az RTL klubon volt látható. Na, egyelőre nem segítek többet, aki tudja, annak most még mindig érdemes telefonálni a 0-81-603-003. A boríték itt van, íme. Nem csalás, nem ámítás, itt a boríték, tiéd a boríték, kéred a borítékot? Igen, kérem. Akkor 0-81-603-003, az ország bármely részéről hívhatóak vagyunk, de tényleg, ez nem vicc, ez teljesen komoly, és az esélye mindenkinek ugyanakkora. És megvan egy csörgés. Kettő. Három. Gyerünk. Nem asszunk. Véki, gyerünk, Marci, négy. És nincs itt. Azonban, hogy mindig egyedül hagytok. Kicsi Falkó, akkor csak itt áll, szomorkodik egy borítékkal. Beszélgessek a borítékkal. Hello, boríték. Szerinted hány forint van benned? Mindjárt válaszol. Nem mondhatom el neked. Majd meglátjuk. Annyira nem ízlis egy borítékkal beszélgetni, úgyhogy inkább játszunk. Én azt javaslom, ugye itt van ez a kép, ami egy picit el van torzítva, aki tudja, hogy ki van ezen a fotón, ki látható ezen a képen, annak érdemes telefonálni. És ugye ebbe a borítékban, mint azt már említettem, akár 50 000 forint is lehet, és természetesen mind nettó összegekről beszélünk.
Nettó, bizony. Tehát az úgy, ahogy van. Így tisztán, az úgy jár. Ha 10 000, akkor 10, ha 20, akkor 20, ha 30, akkor 30, ha 40, akkor 40, és lássatok csodát, ha 50, akkor 50, és megint csörgünk. 1, 2, Lici, Lici, 3. Igen, tessék. Jó estét, mi a megfejtés? Jó. Itt a kicsi Falko. Szia. Hello, Mizu. Hát. Na? Ki van a képen? A Győzikének a barátnője. Barátnője? Van ilyen? A beasszonyra gondolsz, a feleségére? Az nem. Sorry. Az a baj, hogy ez sem jó. Na, akkor vegyük át, hogy milyen rossz megfejtéseket hallottunk. Volt eddig Salma Hayek, ugye? Aztán Barbara Streisand, amit igazából nem nagyon éltek, és beasszony. Ez a három volt. Na, ezt a hármat egészen biztos ki lehet zárni, jó? Tehát ők hárman tutira nem láthatóak ezen a képen. Valaki másról van szó. Ugye említettük már, hogy szereti a rózsaszínt. Valószínűsítem, hogy akkor egy hölgyről van szó, és hát szerepelt egy sorozatban, és ez a sorozat itt ment az RTL klubon. Ennyi, meg egy Bambi. Mint hogy édesanyám mondta vala régebben, majd elmondom azt, hogy nagyon kemény volt. Hello! Viva! Így van, hát bravo, te drága, hogy hívnak? Jumi! Szia! Hogy hívnak? Elárulod a neved? Anna. Anna, édes Anna. Melyik nyertem? 20 000 forint nettó. Új, de jó, gratulálok neked, nagyon-nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Szia, puszi. Szia. Ciao. Szia, szia. Na, látják, ennyire egyszerű ez az egész, tényleg? Majd elmondom az ennyi meg egy Bambi sztorimat is, jó? Hamarosan, mondjuk így 3 másodperc múlva. Figyelj! Én voilà, már vissza is jöttem, és gyorsan elmondanám még a sztorit, vagy nézzük meg rögtön a játékot, nézzük meg a játékot, aztán majd elmondom közben. Visszatérünk? Visszatérünk erre a kis betűs őrületre. Ugye láthatja mindenki, hogy ezek a betűk egy picit így összekuszálódtak. Kvázi, mint egy ilyen szerelmi szál, mondjuk 3 szerelmi szál. Szóval itt az lenne a feladat, hogy szétszedni ezeket a betűket, helyes sorrendbe tenni, és akkor már is megvan az az értelmes magyar szó, amire mi gondoltunk. A nyeremény, kérem szépen, fix 50 000 forint. Ide ki is teszem, jaj, de szüldösszépek vagytok, mutassátok szép orcátokat. És természetesen az a játékos, aki elmondja nekem, hogy mi a megfejtés, az játszhat a jackpotért is, ami nem kevesebb, mint 1 000 000 forint. És nézzük meg, hogy működik ez a jackpot játék, ugye? Ezt kell majd így beletúr ebbe a kis, hát én mindig akváriumnak hívtam, mert nem tudok rá más mondani, csak Wolfgangot tudom benne elképzelni, az aranyhalamat, és ő már egyébként nem él, szegény Wolfgang. Nagyon csúnya sorsa lett. Nagyon meleg volt a lakásban. Na, és akkor így az van, hogy 3 számot kell majd mondani a játékosnak, és hogyha eltalálja a sorszámát ennek a 10 000-esnek, illetve nem ennek, hanem majd amit kihúzok, akkor bizony az övé, ez az 1 000 000 forintos jackpot. Azt gondolom, hogy ezért tényleg érdemes fennmaradni és mellünk tartani. A telefonszámunkat vegyük át még egyszer, 0816300003, regisztráljanak bátran, és bárhonnan, Tinyéről, Szászhalombattáról, 60-ból, Balatonkeneséről, Tihansarkodó, Pécsről, Barcsról, Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról, Érdről, jó, most nem itt az eszem, jó, Budapestről is lehet. Tehát bárhonnan lehet minket hívni. Itt van a Manom, már megint Lali. Én mondjuk jobban szeretném, ha úgy hívnák, hogy Lui, de hát nem úgy hívják. Telefon. Mit akarsz a telefonnal? Én... Ja, értem. Hogy a telefon mögé, hogy milyen szó kell. Ja, mert hogy igen, itt erről a betű izéről van szó, ez volt a segítség. Én is segítettem. Hát ez konkrétan úgy néz, mint egy nagyon-nagyon csámpás téglalap. De egyébként hasonlít rá, főleg, hogyha csinálok neki ajtót. Csinálják ajtót? Csinálok ajtót is, jó? És akkor itt van mondjuk benne a telefon, itt meg az ajtó, Lilliputiknak. Hát ez így nagyon szép lett. Na, ennyi. Többet nem tudok segíteni ezzel kapcsolatban, de egyébként ilyen nem csak telefon ilyen van, hanem a portás bácsik is ilyenben ültek. És megint itt a kicsi Lali, mit szeretnél? Segítesz? Pilóta, te huncut Lali, hát ez minden tud ez a Lali. Na. Most szerintem már annyira sok segítséget kapott mindenki, hogy ebből aztán már bizonyára mindenki tudja, hogy mi az a helyes megfejtés, amire mi gondoltunk. Aki pedig úgy érzi, hogy tudja, annak érdemes telefonálnia
50 ezer forintért. Nettó összeg 50 ezer forint, és utána ugye még ott van a jackpot játékunk is, ami nem kevesebb, mint 1 millió forint. Ez nagyon jó, ez nagyon pazar, ez nagyon baba, oh yeah, hívjál mama. Na jó, hát anyu ne, de bárki hívhat egyébként, kicsi, nagy, aki még ébren van, annak érdemes most telefonálnia, hiszen a nyeremény akár 1 millió 50 ezer forint is lehet, ami már azért nem olyan rossz, ugye? Ugye? Na, ennyi meg egy Bambi. Ja, ennyi meg egy Bambi jut eszembe. 0-88-3-003, ez a telefonszámunk, ezen érdemes regisztrálni. Az ennyi meg egy Bambi, az akkor volt, mikor volt egy fiú, akiben nagyon szerelmes voltam, ma hát már ilyen irandebb gondolom, azt azért elmondhatom. És képzeljétek el, hát ő meg nem belém, hát van ilyen boniem, és elmondtam a sztorit, és anyukám mondta, hogy hát kicsikém, ennek el minden egy Bambi. Azóta nem szeretem ezt a mondatot, de mégis használom. Na jó, térjünk át a játékra, sokkal izgalmasabb. 0-81-603-003, még mindig itt van az esély, a lehetőség arra, hogy nagyon sok pénzt nyerjenek. Vegyék elő a vezetékes vagy a mobiltelefont, attól függően, hogy melyik nőtt jobban a szívükhöz, és arról tárcsázzák a 0-81-603-003-as telefonszámot. Igazából nincsen jelentősége annak, hogy melyikről hívnak, hiszen ugyanannyiba kerül a hívás. Aminek viszont jelentősége van, hogyha többször csörögnek, akkor ugye regisztrálni kell ebben a játékban, nyilvánvalóan megnő az esély arra, hogy az 50 ezer forint, ami fix, és ráadásul nettó, az az öné legyen. Vagy az öné, vagy az öné, vagy bárki, aki akarja. És mindezért egyetlen egy szót szeretnék hallani valakitől. És egyébként pedig nem olyan bonyolult. És már annyit segített Louis is, meg én is, hogy már komolyan mondom, ez már too much, ez már túl megy minden határon. Ugye elmondtuk, hogy van ilyenből telefon, van ilyenből pilóta, van ilyenből portás. Na, mi lehet a jelentés? De megint jön a Lali, mit szeretnél? Miért zaklatsz állandóan? Állandóan húzogatja a vállát. Aha, jó, Colin Farrell. Egy színész, ugye? És akkor volt egy ilyen film, aminek szerintem ez volt a címe. Bár nem láttam, de bizonyára jó. Nézzük meg. Ebből a pénzből aztán annyi mozi egyet lehet tenni, hogy csak na. Tehát a nyeremény itt van az asztalon, ez egy szóért 50 ezer forint nettó összeg. Ez fix tutira jár annak a játékosnak, aki felhív minket, bekerül adásba és elmondja a helyes megfejtést. Viszont utána tovább repülünk, egészen eddig a Kübliig, de szerintem akvárium akkor is. Akvárium, ott van, ott úszkálnak benne a 10 ezer forintos bankok, és összesen 1 millió forint van ebben a kis üveg edényben, amit simán elvihet valaki, mindössze egy 3-jegyű számot kell mondania. Ha ez a 3-jegyű szám egyezik, kérem szépen, mondjuk ennek a 10 000-esnek a sorszámában, hol van? Ja, itt van. Akkor természetesen a pénz az jár. Majd a játékos mondja a számot, én meg csak húzogatom ezt, és tudtok, jó lesz. Na, ennyi lenne a feladat. Ez viszont mindenkinek nagyon erősen rá kéne, hát úgymond cuppannia a telefonjára, a mobilra vagy a vezetékese. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom prezentálni egyiket sem, mert hogy már kvázi rosszul érzem, ahol nincs a közelemben egy műanyag kék színű vezetékes telefon, illetve egy műanyag zöld színű mobiltelefon, de bármelyikről hívhatóak vagyunk, és ez egészen biztos. És az is biztos, hogy a hívás díja ugyanannyi, nem több és nem is kevesebb, jó? Tehát, hogy emiatt aztán tényleg nem kell izgulni. Amiatt kell izgulni, hogy vajon én leszek-e a győztes. Mondjuk én nem leszek győztes, de a játékosaink közül valaki biztosan nyerhet. Tehát ezért érdemes akár több regisztrációt is elindítani. És ezt most tök komolyan mondom. Több regisztráció, nagyobb esély, grande esély. De rég mondtam már, ezt még a Mikivel mondtam régebben, hogy grande nyeremény, hogy grande esély, de tényleg. Ha többször telefonálnak, akkor természetes az, hogy ugye ha elképzeljük ezt a bizonyos virtuális kalapot, mostanában nagyon sokszor mondjuk ez, de ez a legjobb szemléltető eszköz. Tehát van egy ilyen kalap, amiben bekerülnek a telefonszámok. Jó, ez van. És akkor a végén, ugye amikor a számítógépünk elkezd sorsolni, azt mondja, hogy sor, és akkor egyszer csak így kifúj egy telefonszámot ebből a kalapból. Tényleg, bizony. És hogyha többször van ez a bizonyos telefonszám ebben a bizonyos virtuális kalapban, akkor természetesen egy nagyobb az esély arra, hogy ön legyen a nyertes. Ezért hívja többször a 0-81-803-003-as telefonszámot.
ennyi. Ja, és ami nagyon fontos, hogy most aztán mindenki legyen résen, mint Kuzmics, mert hogy összesen 4 csörgést tudunk várni. A 4. csörgés után már sajnos nincs idő, de tényleg nincs. Tehát érdemes, akkor megcsörön a telefon, így felvenni. Nem a 5., nem a 6., hanem a 4., jó? Ennyi lenne a feladat, se több, se kevesebb. Lalikám, már megint miért zaklat? Mit szeretne, Lali? Te, Lali, komolyan vagy? Kavin, ez nagyon huncut ez a Lali. Egyébként más szóval, ugye, ami a megfejtésünk, az a kabin. Más szóval. Én rögtön arra gondoltam, hogy olyan ez a Lali Manó, mit művelhetett egy ilyen kabinban, ugye? Ugye? Ahol ott öltözködni szoktak a hölgyek, mikor átesz a fürdőruci. Na jó, mindegy. Azért Laliról sok mindent tudnék mesélni, nagyon kemény. Ugye, Lali? Na, erre már nem mondasz semmit. Én viszont mondok 0-8-1-800-3-0-0-3, még mindig érdemes telefonálni, mindig érdemes hívni, regisztráljanak, és vigyék el az 1 050 000 forintot. Na jön, figyelj, nem hagyja szó nélkül. Na, végén mi bajod van? Komolyan mondom, megőrítesz. Vedd elő a tábládat. Mit? Mi az, hogy mit? Jaj, te, Lali, komolyan mondom, hát ha ezek a falak mesélnének, tudnának, hogy te miket csináltál, hát figyelj, egyrészt virtuálisan állandóan randizni jár. Esküszöm, vacsorázni viszi a csajokat. És hát engem meg ugye nem? Ami miatt egy picit szomorú vagyok, na de hát végül is ugye házizmúra nem lövünk, így hát megmarad a kollegális történet, barátság és ennyi. Na hát, szia Lali! Aki játszani szeretne, annak érdemes telefonálnia, és nem csak annak érdemes hívni, aki játszani szeretne, hanem annak is érdemes hívni, legfőképpen annak, aki sok pénzt szeretne nyerni. A sok pénz, kérem szépen, az 1 050 000 forint is lehet, hiszen ugye az egyetlen egy szóért jár a fix 50 000 forint, nagyon jó, és utána pedig a jackpotunk az 1 000 000 forint, amiért nem kell más tenni, mint 3 számot mondani. Tényleg, ennél több feladat nincsen. Aki úgy érzi, hogy erre a feladatra abszolút képes, és úgy érzi, hogy a mission is possible, annak érdemes telefonálnia. 0-81-603-003. Hívd most! De tényleg hív, mert hogyha felhívsz, akkor jó lesz. Valakinek tutira jó lesz. Itt van az 50 000 forint. Én azt gondolom, hogy ez az egy szó nem annyira őrültem bonyolult. Tehát tényleg nem annyira bonyolult, hogy ne lehessen megfejteni, és egy szóért 50 000 forint, nettó 50 000 forint már igen kellemes kis összeg. Aztán meglátjuk. Simán elvihető az 1 000 000 forintos jackpot is. Szerintem már a Gábor és a Miki is többször is bebizonyította, tehát hogy ez nem ígéret, hanem egyszerűen bizonyíték. És én is bizonyítottam már régebben, mikor még jackpot játékot játszottam, hogy bizony-bizony mindig el lehetett azt vinni, és általában annyira jó voltam, mindig nagyon jó helyre került. Én nekem most is ez a nagy kívánalmam. Ehhez ugye jó lenne még azért egy-két hívást elindítani, hiszen minél többször telefonál, annál nagyobb az esély. És még egyszer vegyük át a telefonszámot, 0-81-603-003. Még mindig hívhatóak vagyunk. Egyértelmű szó, bogozzuk szét ezt a csomót, mondhatjuk így is, betűcsomót. És hogyha szívbogoztuk, akkor már is megkapjuk azt az értelmes magyar szót, amire gondoltunk. Én egy csodálatos rajzzal, hát kvázi illusztráltam ezt a történetet, ami szerintem inkább félrevezető, mint segítség, úgyhogy utoljára mutatom meg. Mondom, utoljára, jól nézzék meg. De ugye már említettük, hogy van ilyen dologból telefon, portás, pilóta, és még milyen lehet? Egyébként szerintem többféle is van, csak most lehet, hogy így hirtelen nem jut az eszembe több. De szerintem ennél több segítség már nagyon nem kell. Ami fontos, hogy 4 csörgést várunk, aki felveszi, megmondja a tutit, annak tutira jár a pénz. 4 csörgésnél tovább sajnos nem tudunk várni. Ennek a játéknak a lényeg a regisztráció és a gyorsaság. De tényleg, regisztrálni muszáj ahhoz, hogy valaki adásba kerüljön. Na, Lalikám, megint mit szeretnél? Mondjad. Olyan lassan jön mindig. Hé, 2 betűt a helyére raktál, Lali? Hát te nagyon rendes vagy. Hát igen, cuki fiú, nem? Cuki ez a Louis Lali. Tehát ott volt egy F, meg egy E betű.
és a helyén volt mind a kettő. Hát remélem, hogy nagyon figyelték. Hogyha nagyon oda volt a koncentrálva a kis képernyőre, ha koncentrálva, akkor látták. Úgy volt, hogy volt az első, megmutatom már, mert ez a Lali mindig olyan gyorsan elmegy. Volt egy F, akkor volt három, várjál, három volt, ugye? Három pont. Várjál. Szerintem így volt. Almost sure. Így volt. F, 1, 2, 3 pont, és akkor végén meg egy E. És erre a három pont helyére kellene még... Már megint sokat segítettem, három darab betű. Ennyi lenne a feladat. 50 ezerért kicsit király. Ki akarna király lenni? Aki király akar lenni, az hívja fel a 0-81-803-003-as telefonszámot. 1 050 000 forintból már egy fél királyságot simán lehet alapítani, és aki ezt megteszi, annak szívesen leszek a királynője. You know? Na, de hogy komoly, 50 000 forint az fixen elvihető, egyetlen egy szóért adunk ennyi pénzt, és utána pedig ugye a jackpot játék 1 000 000 forintért, a feladat borzasztóan egyszerű, három számot kell mondani. Ha ez egyezik a bankó, az adott bankó sorszámával, akkor már is jár az 1 000 000 forint. Fantasztikus összegekről beszélünk, úgyhogy most már ne tétovázzunk tovább, ne teket óriázzunk, nem kell taktikázni, ugye milyen sokszor szép ilyen T-betű szót tudok, meg tudok többet is, mondjuk azt, hogy tollas labda, az is jó, csak annak semmi értelme nincs, és nem kapcsolódik egyáltalán a játékhoz. Annak viszont van, hogy 0-81-603-003, ezt a számot érdemes hívni, és szeretnék kérni egy szép órát, mondjuk egy 5 perces órát lehet? Ott van. Édike, indulj el! Most, óra indul! 5 percre számolunk vissza, gyerekek, most aztán nagyon rá kell hajtani, már kevesebb, mint 5 percünk van hátra. 5 percen belül, ugye, amikor elérünk a 0-0-2-0-0-ig, igen, mert majdnem mondtam még egy nullát, akkor vége a regisztrációnak, utána a számítógépünk már csak sorsol egy játékost, és a játékosnak el kell mondani, hogy mi a megfejtés, én már is adom az 50 000-et, így, figyelj, fogom én, és dalolva fogom átnyújtani. Azt fogom mondani, hogy engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket illik ejteni, és utána megyünk a jackpothoz, húzok egy ilyet, mondja a játékos, hello Eszti, mondom hello, bár nem tudom, hogy kivel fogok játszani, de azt fogom mondani, hogy hello, vagy azt, hogy szia. És akkor a játékos mond három számot, ha az egyezik ezen, ami ezen van, akkor elviszi az 1 000 000 forintos szuper jackpotot. Ez azonban most még, hát úgymond kötelező regisztrálni. Ezt úgy mondom, hogy kötelező, hogy nyilvánvalóan nem kötelező, de érdemes. 0-81-603-003, még mindig ez a telefonszámunk, még mindig lehet hívni minket. Azoknak mondom, akik úgy érzik, hogy 1 050 000 forintot simán hazavinnének, és hogy jól el tudnák költeni. Bár azt mondom, nincs olyan ember, aki ne tudná elkölteni akár a világ pénzét is, mert hogy az ember azért ilyen. De én azt gondolom, hogy 1 050 000 forint az nagyon klassz összeg, és ezért mindössze egyetlen egy értelmes magyar szót kell nekünk mondani, plusz három darab számot. Jó? Na, itt a táblám, nézd, ezt így csináltam, only for you. Ezt mondta a Lali, de én itt maradok a táblámmal együtt, mert Lali nem mutatja meg, mert ő ír így kutya, bújja jobba, én meg itt vagyok, és megmutatom. F betű az első, ezt a helyére rakta Lali, utána 1-2-3 pont, jaj, de szép a kezem. A Nagy Kékség című filmünket láthatják. Főszerepben Kicsi Falkovalkó. Az utolsó betű pedig az E, és az F és az E betű között van 1-2-3 pontocska. Vajon mi lehet, milyen betűk kerülhetnek a pontok helyére, aki tudja? Csak a szívön, csak a szívön, és most érdemes hívni, még most érdemes, hiszen most már átléptük a bűvös határt, 3 percen belül vagyunk. Amikor vége van a visszaszámlálásnak, akkor vége van a regisztrációnak is. Ugye mindenki jól tudja. És nincsen újabb óra, és nincsen egy újabb esély. Nem lesz olyan, hogy még egy esély, nincsen még egy esély. Azon már rég túl vagyunk, és nem fogom megállítani az órát, az is egészen biztos. És nem is húzom az időt. Meg azt akárom, hogy nincs. De hogy tényleg, ez az óra most úgy, ahogy van, ez így lemegy, végeztünk, sorsolunk, nyerünk sok pénzt, 50 000 plusz még 1 000 000 forintos jackpotunk is van,
úgyhogy most aztán tényleg mindenkinek érdemes erre ráhajtani. 0-81-603-003, ez a telefonszámunk, ezt érdemes hívni, vezetékesről, mobilról, és tényleg, azt ugye sokszor el szoktam mondani, hogy az ország bármely részéről hívhatóak vagyunk, és ez nagyon-nagyon igaz. Tehát annak tényleg nincsen jelentősége, hogy valaki egy kis faluban él, vagy egy hatalmas metropolisban, mondjuk mint Budapest. Na, de tényleg nincsen semmi jelentősége. Annak érdemes telefonálni, aki úgy érzi, hogy pénzt szeretne nyerni, és úgy érzi, hogy tudja, hogy mi a képen látható megfejtése ennek a szónak. Lalika, már megint mit szeretnél? Igen? Nem értem, hogy miért áll meg, és miért indul el. Ébresztő, kinek mondod, nekem? Cuki vagy. Jaj. Most az van, hogy a Lali elég erőszakos. Én csak azt mondom, hogy Mak Marci és mindenki, jó reggelt, Pálkata Péter, jó reggelt, már oda künn a napfelkelt. Ébresztő, szól a kakasunk, és hamarosan az óránk is szól, hiszen, oda nézzetek, egy perc van még hátra a regisztrációból. Hát egy percen keresztül lehet még hívni. Egy percben, hogyha valaki nagyon-nagyon fürge újjú, akkor talán még 5 vagy még 6 is belefér, de ahhoz azért nagyon gyorsan kell lenni. De ez az utolsó perc még abszolút alkalmas arra, hogy regisztráljanak a 0681-603-003-as telefonszámon. Egyetlen egy értelmes magyar szóra vagyok kíváncsi, utána pedig 3 számra. Ennyi a feladat. Azért egy szóért mondjuk, mert 3 számért, 1 050 000 forintot szerintem ritkán adnak, de tényleg. Még a boltba sem adnak, úgyhogy most érdemes velem tartani, és kihasználni az utolsó pillanatokat. 0681-603-003, megmutatom még egyszer a segítségemet. Íme F-fel kezdődik, E-mel végződik. Amerikából jöttem, híres mesterségem címeren, ami most indítsuk el az utolsó regisztrációt. Íme a kép, a rajz, vagy fordítva, nem tudom. Ami biztos, hogy 3, 2, 1... És itt a vége, fuss el vége. Sorsol a számítógépünk 1 darab játékost. És nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy felveszi a telefonját, és nem alszik még. 1, 2. Halló? Halló, én vagyok a Falkó. Én vagyok, most valóban. Szia, Mizu, mi a megfejtés? Fülke. Így van, jár az 50 000 forint, gratulálok neked, nettó 50 000 forint, és arra kérlek, hogy mondj egy 3 jegyű számot, jó? Oké. Okay. Mondjad. 71-5. 71-5, figyelj. Figyelek. 5-8-6. Hát ez most így ilyen formában nem jött össze, de az 50 000 az abszolút fixen a tied. Örülsz azért neki? Hogy a fenében? Hogy hívnak még egyszer, drága? Balogh János, Hajdús Ámcsomból. János, de szép neved van. János, szeretsz te engem? Nagyon. Akkor szeressél örökre, jó? Én okay. is szeretlek téged, János. Köszönöm, hogy velünk voltál, és köszönöm mindenkinek, hogy velünk tartottak. Nagyon örülök, hogy volt ma is nyertesünk, illetve hát igen, ennek örülök nagyon, és annak is örülök, hogy holnap reggel is lesz játék. Méghozzá 300 000 forintért. Holnap reggel Palotás Petrával, illetve Petrocellivel tartotnak együtt, én őt így hívom ilyen viccesen. Aztán holnap után reggel pedig velem, de lesz Niki, Gábor és mindenki, aki csak él és mozog, legyenek jó, nagyon kellemes, jó éjszakát, vagy jó reggelt kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! Rád Zsuzsa a mély jó csiszubáit viseli.